Egyszer igaz szakkommentátor segítségével közvetítettem egy óra ködöt. Miről elkezdett? Hát mindenről is. Ez egy országúti kerékpárverseny volt az Eurosport magyar nyelvű csatornáján, és iszatos köd volt, és az iszatos köd miatt nem tudtak felszállni a helikopterek, amik... Nem tudtak felszállni a helikopterek, hogy mutassák a versenyt, mert hiszen köd volt, ugye, és akkor szoktak menni ilyen motorosok, ahol hátulül az operatőr, de az sem működött, mert a köd miatt a jel az nem jutott el a közvetítő kocsi, vagy nem tudom én hova, tehát az sem nem. És akkor egy dolgot lehetett közvetíteni, hogy mutatták a célt. Mert ott volt a közvetítő kocsi, és az kábellel működött. A célban nem volt semmi. Hát 170 kilométerre volt a mező. És akkor mutatták a célt, egyszer átment egy ember piros jackiben, azt hosszan közvetítettük egyébként. Néha megszakították reklámmal, az is jól jött. A ködök, az is jól jött, igen. És egyébként meg az volt, hogy a szakkommentátorral, Sipos János volt, Isten gyógyszor, egy fantasztikus ember volt, hát beszélgettük a kerékpározásról, történetekről, ködről, esőről, ilyesmiről. És akkor egy óra után ugye az Eurosport az úgy működik a mai napig is, hogy Párizsban van a központ. És az egyes országban csak egy kis kutricában ülnek a kommentátorok és képernyőről közvetítenek. És mindig Párizsban mondják, hogy most reklám jön, most ez lesz, az lesz, az lesz. Egy óra múlva rájöttek, hogy ez így nem lesz jó. Nincs értelme. És akkor szóltak, hogy hát akkor konferáljuk azt, hogy megismételjük a tegnapi, mit tudom én, rally versenyt vagy bármit. És akkor befejeztük a ködöt. És meg nem megnyugodtatok? Hát, szóval ez azért ritka, tudod, hogy az ember ködöt közvetít. Tehát van egy-két ilyen élményem, de szóval egyébként mindent lehet közvetíteni. Tehát mindenben meg lehet találni azért történeteket. Tehát például annak idején, amikor a 70-es évek elején, amikor az előttem lévő generáció volt nagyon fiatal, ugye akkor még hétfőn nem volt televíziós műsor. És akkor a Vitrai Tamás úgy tartott az akkori fiatalok, az ilyenek Gyula is, úgy tartott ilyen stúdiumokat. És például volt egy olyan gyakorlat, hogy mesélték, hogy hétfő este szocializmus. Szerinted mi történt hétfő este a Nádor utcában? Semmi. Tehát már mindegy rég otthon volt, ugye? És azt kellett közvetíteni, hogy mi történik a félsötét Nádor utcában. De lehet közvetíteni. Tehát azt hiszem, mindenről eszedbe juthat valami, mindenből lehet valamilyen történetet csinálni. És ez nagyon jó stúdió. És egyébként erre jó fölkészülni, mert bármikor megtörténhet az, hogy valami félbeszakad egy futball. És volt olyan az ukrán lengyel foci EB volt, és közvetítettem azt, hogy angol-francia volt, de az ötödik percben jött egy iszonyatos felhőszakadás, úgyhogy a bíró mindenki beküldött az öltözőbe. És akkor ilyenkor mi van? Hát most tudod, hogy mented a papírjaidat, meg a monitort, meg ilyen nejlonokat hoztak, meg mit tudod, hát beszélsz arról, hogy szakad az eső. Ugye a meccsről nem tudsz beszélni, mert csak 5 perc telt el. Tehát gyakorlatilag két bedobáson kívül sok minden nem tört. Nincs is mit elemezni. Nincs is mit elemezni, ugye van. Igen, hát igen, így van. Tehát beszélsz arról, hogy iszonyatosan esik az eső, és az emberek menekülnek, és a csapatok bent vannak, és hogy vajon ilyenkor mi lehet, és akkor ebben. És akkor azt érzik Budapesten a stúdióban, hogy a fickó odakért már a nyálán csúszik, és tulajdonképpen nem tudja, akkor kegyesen a fületbe szól, hogy visszaadhatod a stúdióba. És akkor én visszaadom a stúdióba. Akkor a műsorvezető kolléga egy vagy két szakértővel ott ül, akkor ő szakértő. De hát ugye sokat ők sem tudnak szakérteni, hiszen 5 perc telt el a mérkőzésből, helyzeteket sem tudnak nagyon visszajátszani, hiszen nem voltak. És akkor ők jól megbeszélik, hogy a két szakértő pályafutása során volt-e ilyen. Amikor már ők is a nyálukon csúsznak, hogy 10 perc van, akkor szólnak, hogy hát akkor kapcsoljunk ki a helyszínre, hát ha elállt az eső. És akkor én ismét közvetítem azt, hogy igen, hát már kezd elállni az eső, és akkor 10 perc, ha megint visszakapcsoljuk, akkor 10 perc, akkor megint kikapcsoljuk, és mondom, elállt az eső, de még nagy a rész, úgyhogy most emberek botokkal szurkálják a füvet, hogy minél jobban felszívja a föld a vizet. Akkor föld szurkáló embereket közvetítek körülbelül 10 perc. Akkor visszakapcsoljuk a stúdió. A lényeg az, hogy ezen az adott mérkőzésen 50 perc után folytatódott a mérkőzés. De hát ez része a dolog. 50 perc limonádé. Hát persze, igen. De ezt nem teheted meg, tehát közvetíteni kell. És egyébként mindig lehet valamit közvetíteni. Sőt, hát és aztán valaki meg ilyeskedik ezzel, hogy egy fantasztikus
mindjárt kapok egy új mikrofon. Szóval volt egy Molnár Dániel nevű fantasztikus rádiós, ja, még hol szólt? Volt egy Molnár Dániel nevű fantasztikus rádiós kolléga, aki megcsinálta azt, hogy kint volt valahol Olaszországban a futballmeccset közvetített, ugye rádióban, körkapcsolás volt. És hát sajnos az a bal szerencse történt, hogy pont akkor ugott Oroszországban a magyar csapat egy gólt, amikor a hang egyébként körben nem volt kosárlabdán. És hát ilyenkor normális esetben az történik, hogy visszakapcsolunk Molnár Dánielhez Moszkvába, és akkor Molnár Dániel elmondja, hogy 2 perccel ezelőtt vezetés szerzett a magyar csapat Kovács gólján. De Molnár Dániel nem ezt csinálta, hanem elkezdett közvetíteni. Szabó megy el a jobb szélen, de én ügyes cselekedem, micsoda, mert ezt tovább jönni, gól! És nézték az orosz néző, hogy mit üvölt ez a barom? Hát bedobással következnek a fél pályáról. De hát, és ugye az meg nem volt zavaró, hogy csönd van, mert hiszen a magyarok rúgtak gól. És a Dani leközvetítette a gólt, úgyhogy az akkor történt, hogy micsoda szerencse, hogy pont éve, mert tudtuk közvetíteni a talán. Hát sose derült ki értelemszerűen, hogy ez nem meséli el, sose derült ki, hogy ez nem akkor történt, hát akkor. És ez simán meccset. Vagy saját elmesélése szerint egyszer közvetített egy vízilabda meccset, 4-1-re vezettek az oroszok ellenünk, amikor rájött, hogy mégsem mi vagyunk a két sapkások. Mondjuk egy cikket. Cikket. Na most nem azt mondta, hogy kedves néző, elnézést kérek, mégsem mi vezetünk 4-1-re, hanem ők, hanem elkezdte megfordítani az eredményt. És mondjuk 8-7, már nem tudom, visszaállt a rend. Hát rádió, nem? Hát csoda. Soha senki nem jött rá valószínűleg, hogy lehet, hogy valaki összerakta a népsorot, nem? Nem mi vezetünk 4-1-re? Az ott vetetlenkedőkkel nem foglalkozik a Molnárban. Megfordított a meccset, ezért vannak ilyen csoda dolgok, de ez a Molnárban volt az, aki sakkot közvetített. Igen. De ő, tehát úgy lehet sakkot közvetíteni, hogy ő tudja, hogy mi járhat a fejükben. Tehát az tudni kell sakkozni. Mind gondolkozik. De hát aki nem érte sakkozni, az nyilván tud sakkot közvetíteni. Hát az nem közvetítés, hogy és most rátámasztotta az állát a tökére. Vajon mire gondolhat? Igen. Tehát azért az nem hozzászakértem. Előtt a fejében valami. Említette mind a 3 szakembert, akit fel akartam hozni. Gondolom, tudod ki, hogy gondolok Vitrai, Gyulai és Knézi. Te velük dolgoztál együtt. Milyen volt a munka kapcsolatotok? A Gyulaival és a Knézivel elég szoros volt, mert amikor én kerültem a sporthosszára még ügyelőként, akkor ők ott voltak effektíve. Ugye 1983 volt, akkor a Vitrai Tamás már nem a sportosztályon dolgozott, hanem volt külön egy, hát adtak neki valami nevet, de gyakorlatilag a Vitrai Tamás egyszemélyes osztály volt, mert akkor a sporton kívül már nagyon sok minden más csinált, beszélgetős műsorokat, meg mindenféle. Tehát akkor ő külön intézmény volt. Tehát évekig dolgoztam úgy a televízióban, amit nem találkoztam Vitrai Tamással. A Gyulai meg a Knézi rajtuk nagyon sokat tanultam. A Knézitől egyfajta munkafegyelmet, ő például egy mérnökember volt alapvetően, mezőgazdasági gépészmérnök volt, bármilyen furcsa, és az összes papírja, jegyzete, meccs előtti összeállítása az olyan volt, mint egy műszaki rajz. Tehát neki volt vékony fekete filce, közepes fekete filce, és egy vastag fekete filce, volt nem tudom hány színű kihúzója, voltak különféle színű filcei, és megvolt a rendszer, és volt egy ilyen sárga, kockás papírja, amit rendszeresen használ, és a mérnöki pontossággal felrajzolta a pályát, a nevek egy gyönyörű kaligrafikus betűkkel, különféle vastagságú filcekkel, a szám különféle bekarikázva, és tényleg az egész olyan volt. És ő például egy ilyen nagyon készülős, nagyon dolgozós ember volt, amiből én sokat tanultam, ugyanakkor nem szerettem igazán azt a filozófiát, ahogy ő közvetített. Tehát ő nagyon hamar minősített játékosokat, nagyon minősítette azt, hogy mi fog történni, meg stb. A Gyulai egy teljesen más típusú ember volt. Ő egyébként atléta volt, a 64-es Tokió olimpián ő versenyzett is magyar színekben. Ő egy angol-német szakos tanár volt egyébként, olyan diplomája volt, eltól tanított, tehát egy évig tanított. És ő inkább labdasport, vagy inkább atlétikát, meg úszást, űrkorcsolyát közvetített, meg ilyesmi. És nekem az ő történetmesélése az sokkal inkább
imponált. Anélkül, hogy én direktben tanultam volna tőle, csak valahogy volt egy gyulai korszakom, amikor úgy beszéltem, mint ő, úgy hangsúlyoztam, mint ő, úgy nyújtottam a mondatokat, szavakat, nem tudom már felidézni. És nagyon furcsa volt, hogy én is észrevettem, hogy úgy beszélek, mint a gyulai. És a gyulai is észrevette, hogy te úgy beszélsz, mint én. Hát én nem, hát bok volt. Aztán nem baj. Aztán mindenkinek van ilyen korszaka, majd elmúlik, és majd megtalálod a saját hangodat. És mondták az öregek mindig, hogy azért az 4-5 év, mire az ember megtalálja a saját hangját. Mert egyébként nagyon érdekes, hogy az a probléma, hogy ha elkezdesz szerepelni, akkor elkezded magadat kontrollálni. Ha elkezded magad kontrollálni, akkor az egész elkezd egy kicsit művivé válni.